gyümölcsjoghurtok, csokoládé és vaníliás pudingok. Csomagolásuk külsőre teljesen megegyezik a Németországban vagy Ausztriában kapható társaikéval, de vajon a beltartalmuk is ugyanazt a minőséget képviseli? Erre a kérdésre kereste a választ a Nébih 3 éven át tartó összehasonlító vizsgálatában. Az érzékszervi laboratóriumainkban, tehát laboratóriumi körülmények között összehasonlítottuk a termékeket. Ha itt eltérést találtunk, akkor megpróbáltuk a szakértők javaslatai alapján analitikai mérésekkel igazolni azt, amit az érzékszervi bírálók találtak. Laboratóriumi vizsgálatról beszélünk, tehát egy kicsit tudományosabb, objektívabb azért, mint egy kóstolás. A különbség megállapításának van egy szabványos akkreditált laboratóriumi háttere, és ezek alapján, hogyha ezeken a lépéseken átment a termék, akkor ezeknek a döntési pontoknak a végeredménye az, hogy van különbség a termékek között, vagy nincs. A végeredmény az lett, hogy 25%-ban, tehát a termékek negyedében találtunk olyan eltérést, amely azonos vagy azonosnak látszó fogyasztó szempontjából azonos termékek esetén fennáll. Van, amikor kifejezetten a magyar ízlésvilágra formálnak egy terméket a gyártó piaci döntése és a tagországi szabályoknak megfelelően, és ezért tapasztalható eltérés a termékek között. Van azonban olyan eset, amikor a különbség kifejezetten jogszerűtlen és nem támasztható alá semmilyen bizonyítékkal, hogy országonként más ízvilággal és összetétellel kerül a boltok polcaira egy adott termék. Vannak olyan területek, ahol semmiképpen nem szeretnénk receptúra harmonizációt. Éri is ez a vád a hatóságokat, hogy arra szeretnék kényszeríteni a gyártókat, hogy egyforma termékeket gyártsanak. Van olyan termékkör, aminél semmiképpen nem szeretnénk, hogy a magyar ízvilág, a magyar ízlés az eltűnjön az Európai Unió palettájáról, de a márkás termékek egy részénél nem látjuk bizonyítottnak azt, hogy létezik magyar ízvilág egy nemzetközi márka, nemzetközi terméke esetén. Ha igen, akkor természetesen szeretnénk, hogyha ez a magyar sajátosság megmaradna, annyi kötelezettséggel, hogy a gyártó ezt valamilyen formában a vásárlók tudomására hozza. Az összehasonlító vizsgálat célja, hogy segítse az élelmiszer előállítókat többek között a receptúra harmonizálásban és a korrekt vásárlói tájékoztatói rendszer kialakításában. Az érintett gyártók szinte kivétel nélkül nyitottak voltak a párbeszédre, és kinyilvánították szándékukat a helyes gyakorlat alkalmazására és a jogszabályoknak való megfelelésre. 3 cég 3 terméke esetében már megtörtént a receptúra harmonizáció.